Mától változnak a maszk használat szabályai, útburkolatjavítás, karbantartás, büntetőfékeznek már megyénk útjain is, év eleje a városgondnokságnál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi híradóját látják 2021. február 22-én 18 óra 5 perckor. A mai naptól reggel hajnali 5 órától kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata Karcag városában működő piac területén. A maszk használata nem kötelező a város belterületének közterületein. Nem kell alkalmazni a 6. életévet be nem töltött kiskorú gyermek esetében. A részletekről Szepesi Tibor polgármester ad tájékoztatást. Tisztelt karcagi lakosok! Megköszönöm a veszélyhelyzet alatt nyújtott eddigi megértésüket. Köszönöm, hogy a kormány által bevezetett védekezési intézkedéseket, továbbá a városban hozott szabályokat, rendeleteket maradéktalanul betartották és betartják. Hiszen a mi kezünkben a legfontosabb védekezési eszköz a felelős magatartáson túl a szociális távolság betartása, a folyamatos kézfertőtlenítés és a szájat, orrot eltakaró maszk megfelelő és tudatos használata. Köszönöm a kiemelten veszélyeztetett területeken dolgozók, orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, szociális munkások, pedagógusok és a további szolgáltató területeken dolgozók erőfeszítéseit, kitartását. Köszönöm a város valamennyi polgárának felelős magatartását. A védőoltások megérkezésével, köszönhetően a kormány hatékony munkájának, az egészségügyi dolgozók oltása a Kátai Gábor kórházban, illetve a rendelőintézetben megtörtént. Az idősek otthonában mind a bentlakók, mind a dolgozók oltása a héten a második vakcina beadásával szintén megtörtént. Elkezdődött városunkban is, és folyamatosan zajlik, a 80 év fölöttiek és a krónikus betegségben szenvedő 60 év alatti lakosok oltása is. Mivel a város vírusfertőzésének leginkább kitett kritikus célcsoportjainak oltása megtörtént, illetve folyamatban van, így 2021. február 22-e hétfő reggel 5 órától a városban elrendelt kötelező maszk használata, természetesen a kormány által elrendelt intézkedések további folyamatos betartása mellett a piac teljes, előzetesen kijelölt területén lesz továbbra is kötelező. Tisztelt karcagi polgárok! Teljesen azonban még nem dőlhetünk hátra, hiszen a vírus még közöttünk van. Ezért mindenkit arra kérek, hogy segítsük egymást továbbra is a vírus elleni védekezésben. Figyeljünk fokozottan a környezetünkben élőkre, segítsük az időseket, a rászorulókat, minden embertársunkat. Szükség esetén kérem, keressék hivatalunkat a megadott elérhetőségeinken, és csak hiteles forrásból tájékozódjanak. A kialakult helyzeten csak a legnagyobb fegyelemmel és összefogással lehetünk továbbra is úrrá. Kérem, hogy a kormány által meghozott intézkedéseket és a város lakossága érdekében meghozott rendeletünket továbbra is fegyelmezetten tartsa és tartassa be mindenki. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. A városgondnokság már korábban a közmunkaprogram keretében szerezte be az útburkoláshoz szükséges technikai berendezéseket, a munkamenetet pedig egy szaktanfolyamon sajátították el a munkacsoport tagjai. A fagymentes idő bekövetkeztével megkezdődtek az útjavítási munkálatok Karcag belterületén. Az idei tél a nagy hőingadozás nem csak bennünket embereket viselt meg, hanem a közutakat is megviselte, hiszen ennek a hőingadozásnak köszönhetően az utak állapota folyamatosan romlott, amelyet természetesen folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és a szükséges javításokat mihelyest az időjárás engedi, már pedig úgy néz ki az időjárás előrejelzésekből, hogy a következő napokban nem várható további fagy,
Ennek megfelelően elkezdődött azoknak az utaknak a karban tartása, a rendbetétele, ahol olyan kátyúkat találnak a városgondokság szakemberei, amelyek a közlekedésre veszélyesek lehetnek. Természetesen nem csak ők fogják elvégezni ezeket a javításokat, hanem a megyei közút kezelővel folyamatosan egyeztetve az ő szakembereik is érkezni fognak a városba, és az ő általuk felügyelt utakon ők is el fogják végezni a megfelelő karbantartást. Én arra kérek mindenkit, hogy egy picit türelemmel, a szabályokat betartva óvatosan közlekedjen, hiszen a városba több helyen is találkozhatnak majd útjavító szakemberekkel. Molnár Pál, a városgondnokság vezetője elmondta, hogy közel 500 tonna aszfaltot használhatnak fel. Vélhetően nem tetszett egy autósnak, hogy egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Szolnok belvárosában elsőként ér a külső sávban a piros lámpához. Arra gondolt, hogy megpróbál elévágni, de időközben azt is észrevette, hogy a lámpa még nem engedélyezte a kereszteződésen való áthaladást. Ezért az autó megszeretett volna állni a busz előtt, de nem sikerült és ütközés lett belőle. Körültekintőek ugyan, de mégis van koccanás. Tehát koccanások vannak bőven, tehát követési távolságot be kell tartani, óvatosan kell vezetni. Hát figyelmesebbnek kellene lenni mindenkinek. Oda kell a követési távolságra figyelni. A videó megtekintését követően a büntetőfékezés lehetősége is felmerülhet. Ennek eldöntését nézőinkre bízzuk. A videó az autóbuszban található fedélzeti kamera felvétele, melyet a legnagyobb közösségi oldalra töltöttek fel. Sajnos Karcagon is tapasztalható több autós türelmetlen az utakon. A szakemberi kérik, figyeljünk oda egymásra, nem csak az utakon. Televíziónk vendége Molnár Pál, a városgondnokság igazgatója. A cégvezetővel Plusz Csilla fog beszélgetni az idei évkezdetről. Stúdiónk mai vendége Molnár Pál, a városgondnokság igazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen, és köszöntöm a Karcag televízió nézőit. Igazgató úr, év elejét érünk, 2021-es év. Ilyenkor egy vezetőnek mindig vannak elképzelései, hogy mi is fog majd ebben az évben történni az általa vezetett intézményben. Milyen lehetőségek elé néz a városgondokság az idei évben? Természetesen az évet már a előző év végén megkezdi tervezni egy-egy vezető. Így tettem én is, mint minden évben. Már októbertől megkezdjük tervezni mindig a következő évet, ugyanis akkor már úgy nagyjából körvonalozódnak, ha nincs is konkrét pályázati kiírás. Azok a pályázati kiírásoknak az alapjai, amelyek a következő évet fogják érinteni. Így volt ez 2020. októberében, novemberében is. Elkezdtük tervezni 21. november végén meg is a konkrét pályázati kiírást, ami a Start munkaprogram keretében indítható közszolgálkoztatást érinti. Össze is állítottuk, hasonló kondíciókkal, mint 2019 év végén, amely a 2020-as évet érintette, és a 2021 évre vonatkozó pályázatot decemberben, 2020 decemberében beadtuk. Január elején, 2021. január elején a Belügyminisztérium ezt be is fogadta, és ellen pillanatban úgy néz ki, hogy nyertes pályázatnak a birtokába vagyunk, amely konkrétan 226 fő foglalkoztatását jelenti majd 2021 évben. Ez egyébként márciustól indul ez a program, és 2022. február 28-áig fog tartani. Ez a pályázati keretösszeg körülbelül 400 millió forintból áll, amelynek jó része bér és járulék, de természetesen közvetlen költségekre is biztosít a pályázat forrást. 60 millió forint értékben tudunk közvetlen költségre pénzt biztosítani a városgondnokság működéséhez. A közvetlen költség alatt értem a hajtó- és kenőanyagoknak a beszerzését, kisértékű tárgyi eszközöknek a beszerzését, valamint a pályázat engedett egy nagyértékű tárgyi eszköznek a beszerzését is. A nagyértékű tárgyi eszközök azok 200 000 forint nettó összeg felett kell természetesen érteni. Sikerült a pályázatba beilleszteni a nyertes részébe egy 4 millió forintos főnyíró gépet, amely olyan nagy összegű, hogy ezt a városgondnokság és az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudná megvenni. Viszont itt 100%-os támogatottságú a pályázat, nincs önerő rész, ezért is nagyon-nagyon jó, hogyha ezt a gépet meg tudnánk vásárolni. Egy hasonló kaliberű
gépet szeretnénk majd megvenni, mint amit 13 évvel ezelőtt vásároltunk, amely fűnyírót a lakosság láthatja is nagyon sokszor. Ez egy önjáró gép, amelyet az egyik kollega szokott kezelni, a főteret is ezzel szoktuk vágni. Tehát 13 éves még, nagyon jó gép, tehát működik, viszont én úgy éreztem, hogy mindenféleképpen a pótlásról, a tartalékról gondoskodni kell, valamint egyre nagyobb az a terület, amelyet rendbe kell tartanunk. A város lakosságának is ez az igénye, hogy ne csak a városnak a legbelső részét tartsuk olyan szép állapotban, amilyen állapotban tudjuk tartani. Viszont azt is tudjuk, hogy ezek a gépek azért nagyon érzékenyek, tehát mindenhova nem lehet kiküldeni, nagyon vigyázni kell rá, olyan gépkezelőt is ültetünk rá, akiről tudjuk, hogy igényes a saját eszközeire is, nem hogy a munkáltatója által biztosított gép esetében is biztosítani kell ezt neki. És ezeken a területeken, ezeket a perifériás előbb említett területeken, ezekkel a gépekkel nagyon nem tudunk dolgozni, ide nagyobb teljesítményű mezőgazdasági vontatókra szerelhető gépek kellenek, amelyeket az elmúlt években azért többé-kevésbé sikerült szintén pályázati forrásból megvásárolni, de sajnos a 2-3 évvel ezelőtt megszűntek a nagyértékű gépeknek a korlátlan támogatásai. Ettől az évtől és az elmúlt évtől már csak egy-egy gépet lehet így beépíteni. Korábban volt rá példa, hogy 20-30 milliós gépet is be tudtunk építeni, de ugye erre volt igény foglalkoztatásra az önkormányzatok részéről. Egyre több önkormányzat akar fejleszteni innovációt, műszaki fejlesztést ebből a forrásból akar végrehajtani, és mivel több a jelentkező, így egy-egy önkormányzat kevesebbet tud kapni, de mi minden évben azért egy nagy értékű eszközt meg tudunk indokolni, el tudjuk fogadtatni a pályázatba. Emellett még a kisértékű gépeket is vásároljuk. Itt főként azokat a gépeket szoktam beépíteni a pályázatba, amelyek jó minőségűek, tehát mindenféleképpen odafigyelek arra, hogy hosszú tartós életű gépeket tudjunk megvásárolni. Most már kell sorolni, de nem azokat az egyszerű otthoni felhasználásra szánt barkácsgépeket szoktuk megvásárolni, hanem a profi mindennapi használatot is bíró eszközöket vesszük meg, amelynek értéke nagyobb, de hosszú távon ezek természetesen megtérülnek, meg biztonságos, stabil működések ezekkel az eszközökkel tudunk biztosítani a város felé, a városi önkormányzat, a megbízónk felé. Tehát a projekt egyik részében eszközök kerülnek be, beszerzésre, megvásárlásra, és ugye nagyobb részében pedig a közfoglalkoztatott munkaerő foglalkoztatására kerül sor. Hosszú évekre nyúlik vissza itt Karcagon ez a program. Milyen munkálatokban tudják ezeket az embereket foglalkoztatni, akik jelentkeznek erre a programra, akik bekerülnek ebbe a programba? Évek óta hasonló munka köröket tudunk biztosítani, és hasonló programokat indítunk, mert ugye ez az évek során azért kicsiszolódott, hogy mi az, amire tudunk pályázni, mi az, amire érdemes pályázni. És egy nagyon fontos szempontot most már a tavalyi évben is figyelembe kellett venni, és ebben az évben meg különösen figyelembe kell venni, hogy teljesen átalakult a munkaerő merítési lehetőség. Tehát azok a munkájára igényes segéd vagy szakmunkások, akik akarnak is valamit az életben, és esetleg nem elégednek meg a közfoglalkoztatás nyújtotta bérrel, a versenyszfér az felszippantotta őket. Tehát magasabb bérért, valószínű hosszabb munkaidő biztosítása mellett a munkavállaló részéről természetesen. Tehát itt hallom azért, hogy nagyon sokat kell dolgozni, és nem feltétlenül fél a napi munka 8 óra hosszába vele. Elmentek ezek a munkavállalók, akikkel mi is tudtunk haladni, akár térkvezési, betonozási, fakitermelési, vagy esetlegesen nagyon jó gépkezelők eltűntek sajnos a mérítési lehetőségünkből. És azt kell figyelembe venni, hogy kivel mit tudunk megcsinálni. Természetesen kevesebb munkát tudunk most már vállalni, igényes munkákat nem tudunk elvégezni, tehát nagyon sajnálom, hogy a térkő gyártó részlegünk továbbra is működik, viszont a térkő lerakására alkalmas csoportokat nem tudunk már megszervezni, mert gyakorlatilag a építőiparban jártas segéd vagy szakmunkások az általam említett reálszférába már rég el tudtak helyezkedni sokkal, de sokkal magasabb bérért. Tehát ebből a szempontból nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
Vannak azonban olyan munkák, amelyeket el tudunk még a 226 fővel természetesen végezni, mert vannak, akik megelégednek ezzel a bérrel, mellette még esetleg van másodállásuk, vagy esetlegesen a család irányításába, vagy a családnak a háttérmunkálatainak a biztosításában vesznek részt, és nekik elég az, hogy 8 osztályig eljönnek dolgozni egy 50-60 ezer forintos bérért, és utána tudnak a családdal foglalkozni. Köszönöm szépen a beszélgetést. A további munkájához kívánok egészséget és kitartást. Köszönöm szépen! Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra! Viszontlátásra!